Változnak a turisták érdekeit védő biztosítások július 1-től. A vagyoni biztosítékrendszer egy több éve működő gyakorlat, ami az itthon maradt turistákat kárpótolja, ehhez jön az Európai Uniós irányelvek miatt bevezetett hazamentési biztosítás. Ezeket az utazásszervezőknek kell biztosítani az utasok számára. Most itt az EU-s irányelvekhez igazodva annyi változik, hogy emellett, tehát a vagyoni biztosíték rendszere mellett lesz egy hazamentési biztosítás is, tehát az ettől független lesz, hiszen a vagyoni biztosíték az itt július 1-je után arra fog szolgálni, hogy bármilyen mondjuk utazási irodai csőd esetén, itt hangsúlyozom azért egyrészt a részben utazás szervezőkről van szó, akkor az itthon maradottakat kártalanítani tudják, és a kint tartózkodóknak pedig a kényszerű kintartózkodás és a hazaszállítás költségét ebből a hazamentési biztosításból fizetik. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja elmondta, hogy bár nem jellemzőek a csődesetek az utazási irodák körében, ha valaki kint ragadt, felkeresheti a helyi idegenvezetőjét, vagy az utazási irodát a pontosabb információkért. Ilyen esetekben az érintett biztosító segítségével elindulhat a hazamentés. Abban az esetben, ha az utazók más problémát, többek között hibás teljesítést, az utazási szerződésben leírtaknak nem megfelelő dolgot tapasztalnak, akkor is szükséges az egyeztetés. Hogyha így nem oldódik meg a helyzet, hogyha például bármiféle szállás problémáról van, tehát mondjuk tengerenéző szobát kértek, és mondjuk nem azt kaptak, akkor mindenképpen jelezzék ezt a szálloda recepcióján is. Ha meg tudják oldani ott helyben, akkor minden jó, ha nem, akkor vetessenek fel jegyzőkönyvet, és ennek a jegyzőkönyvnek egy példányát hozzák el magukkal, és hát mielőbb forduljanak utána, amennyiben ez utazási irodán keresztüli szervezés, mindenképpen forduljanak az utazási irodához, ahol foglalták az utazást. Bakó Balázs hozzátette, az utazással kapcsolatos, az iroda által nem orvosolt panaszokkal a megye székhelyeken működő békeltető testületekhez fordulhatnak az utazók, ahol ingyenes és gyors segítségre lehet számítani.